A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Üstör Anna Mária, 12. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban nálunk. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket. Hát lesz egy kis időnk beszélgetni arról, hogy mi is a helyzet most, és mi történt a 12. választókörzetben. Hát mi minden történt az eddig eltelt időszakban? Elég sok fejlesztésen ment át a városrész. Hát talán 2019-től, bár ez elég hosszú időszakot ölel fel, de 2019-ben történt a fiskális út felújítása, ami egy igazán nagy horderejű történés volt, ami rendkívül sokat látványosan javított a csapadék elvezetésen, a közlekedésen. Ez egy nagyon klassz út lett bicikli úttal, de már ezzel úgy jártunk 2020 áprilisában, hogy sajnos át se tudtuk adni. Ha emlékeznek a kedves nézők, egy autóból fényképezett videóval tudtuk bemutatni az utat, mivel ennek elkészülte a teljes COVID zárlat idején történt. Úgyhogy sajnos utána nagyon meghatározta a mindennapjainkat a járvány. Úgyhogy nem is nagyon tudtunk sem közösségi rendezvényeket tartani, mindenki bezárkózott, bekuckózott, úgyhogy ez nem volt egy olyan nagyon jó időszak. De hát azért a munka ugye ment, a szabadtéri munkálatokat lehetett folytatni, tehát ebben az időszakban történt a Verbói utca felújítása, a Komjáti utca felújítása, számos apróbb, talán kevésbé látványos dolog, de például pont látványos volt a Mária-völgyi szobor felújítása, csapadékelvezetők építése, hiszen az Öreghegyen mindig nagy megoldatlan probléma a csapadékelvezetése. És akkor így vártuk, elmúlt a járvány, vártuk, hogy jaj, de jó lesz, és akkor kaptunk egy háborút, ami viszont sajnos ez a kettő, ez már okozott olyan költségvetési problémákat, hogy kénytelenek voltunk egyes terveket átütemezni. Azonban ezeket semmiképpen nem felejtettük el, tehát ezeket a terveket továbbra is készítjük, és az országos és a helyi költségvetés fényében tudjuk majd ezeket a terveket megvalósítani. Ugye mondta itt a fiskális útnak a felújítását, ami egy nagyszabású felújítás volt, erre én is emlékszem egyébként, és mindenki nagyon örült, amikor átadásra került, de gyalogátkelő helyek is létesültek. Egyébként miért volt szükség a gyalogátkelő helyre, mondjuk ott a Kossuth iskolánál? Hát nagyon... nagyon fontos, hajlamos az ember, főleg, hogyha autóval közlekedik, akkor egy kicsit elfeledkezni arról, hogy a gyalogosoknak azért mennyire nehéz dolguk van. Úgyhogy ezért is épült a Vágújhelyi utcán állott a Lipoti pékségnél egy zebra, most készült el télen a Kassai útról a Borivár felé menő kereszteződés, az rendkívül forgalmas, hiszen ott nem csak a napi közlekedés zajlik, hanem érkeznek iskolás csoportok, nyugdíjas csoportok, busszal, úgyhogy ez egy nagyon forgalmas hely, úgyhogy most elkészült a gyalogátkelő, ami mindenki azt hiszi, hogy csak fogunk egy vödör festéket és lefestjük. Hát ez nem így van, hanem biztosítani kell annak a megvilágítását, tehát ez új lámpatestek kihelyezését jelenti. Akkor már akadálymentesítettük és rendbehoztuk azt a járdaszakaszt, ami fölvezet a gyalogátkelő helyre. Úgyhogy nagyon, nagyon örülünk ennek. Sajnos nem mindenhol lehet zebrát festeni. Tehát ezt nagyon nehéz néha elfogadtatni, hogy beláthatatlan kanyarok környékén például nem szabad.
ezért is a Pozsonyi útra több helyre van kérés, de nem tudjuk megcsinálni a kanyarban. Kicsit régebben volt, de azért a Túrózsáki szabadidőközpontot nem annyira nagyon régen adták át. Mennyire használják? Mit lát rajta? Mennyire kedvelik a fiatalok és idősebbek? Rendkívül sokat használják, tényleg nagyon népszerű, és most már nagyon szép is, hiszen kezdenek megnőni a fák, bokrok, úgyhogy én magam is gyakran megyek le, gyerekeket is viszek le, és amikor megyek futni, akkor nagyon szívesen teszek egy-egy kört. Ugye a körzetben van a Kossuth iskola, a Kossuth általános iskola, és hát szépen fejlődik az az intézmény, és okostantermet is kapott. Miért olyan fontos ön szerint, hogy most már ebben az intézményben is okostáblán tanulhatnak a gyerekek? Én még gyerekkoromból emlékszem, hogy a Kossuth iskolát úgy mindenki hajlamos volt, nem is nagyon ismerték, hogy jó, a Kossuth, és talán nem is gondolnák sokan, akik más városrészekben laknak, hogy ez egy mennyire klassz iskola. A feltételei nagyon klasszak, hiszen kertvárosi övezetben van, gyönyörű fákkal, nagy udvarral, és ez egy boldog iskola. Ez egy elismertem boldog iskola, ahol borzasztóan odafigyelnek a gyermekekre. Ott most sincs egyébként tanárhiány, tehát minden álláshelyük betöltött, nagyon magas színvonalú az oktatás. Mi pedig próbálunk segíteni, úgyhogy egyrészt ez az okos tanterem, ez valóban az oktatásban jelent egy nagy segítséget és könnyebbséget, de közben történtek dolgok, hiszen új cserjéket ültettünk az udvarra, egy térköves járdát az udvar közepére, hiszen azért a sár az meglátszott a gyerekeken egy-egy nagy esőzés után, úgyhogy most tényleg kulturáltan tudnak az ilyen nedves időben is átkelni az udvaron. És energetikai felújítás készül, napelemes, és amit majdnem elfelejtettem, pedig azért az nagyon fontos, hogy a képes program keretében az összes mosdó mellékhelység felújításra került. Nem olyan régen problémát okozott, hogy bezárt a posta a Késmárki utcában. Milyen visszajelzések voltak a lakóktól? Ugye ezt most már újraindulhatott a posta, most milyen visszajelzések vannak? Hát nagyon, nagyon örültek a lakók, azért ez egy nagy, nagyon nagy körzet. Területileg is óriási, messze van a belvárostól, és hát több mint körülbelül 14 ezeren használták ezt a postát, mivel a köfémpostát már régebben bezárták, úgyhogy ide jártak a köfém lakótelepről is, Csala, a Kisfalut, tehát ez egy nagyon látogatott posta volt. Most egyébként érdekes, hogy az ideiglenes bezárás alatt valahogy megtanultunk egy csomó mindent interneten elintézni. Tehát mondjuk a csekk feladás az már nem egy olyan nagyon népszerű dolog, tehát a postának a zsúfoltsága is ezzel lényegesen csökkent, de hát vannak olyan szolgáltatások, amikkel nem lehet kikerülni a személyes részvételt a postán, és ezt most úgy érzem, hogy kulturáltabb körülmények között tehetjük meg. Úgyhogy nagyon örültünk annak, hogy a posta belement abba, hogy a város segítsen, és így mindenki számára örömmel szolgál a hír. Az ön város részéhez tartozik, vagy az ön körzetéhez tartozik Csala is. Mi a helyzet Csalával, mennyit fejlődött az utóbbi időben? Csalára költözött a Depónia. A Depóniának az iroda helységei, tehát kijárnak a dolgozók. Megvalósult egy óriási, modern KDV-s beruházás, fantasztikus, szelektív válogatóval, tehát valóban ez a környezetünk védelmében is nagyon-nagyon sokat jelent. Most éppen a csalaiaknak majd szervezek júniusra egy bejárást, hogy meg tudják nézni, hogy milyen ez az újonnan átadott telep. Ez annyi fejlődést hozott a csalaiak életében, hogy ettől még ugye a hulladék az ugyanannyi maradt. Tehát jelentősen nem növekedett meg a forgalom. Az irodisták viszont kijárnak, de ezzel kapott Csala egy menetrendszeri autóbuszt, ami
kiér most így végre csalára is. Úgy, hogy közben, amit ők eddig is használtak, a helyközi buszjárat, az is megmaradt. Úgyhogy ez így mindenkinek jó. És amit nagyon szeretnék, nem ígér az ember dátumokat, mert manapság minden dátum kiszámíthatatlan, és valamitől mindig minden elhúzódik, de ezzel most már az internet elérés, a gyors internet lehetősége az a csalaiaknak is rendelkezésére fog állni, hiszen a hulladéklerakó nem működhet gyors internet nélkül, tehát most már a zsinór az kint van, ott van csala sarkán, úgyhogy azon dolgozom, hogy minél előbb lejusson a lakókhoz is. Milyen megoldandó problémákat lát még így a területen? Miket kap visszajelzésként a lakóktól? Mi mindenre lenne még szükségük így a városrészben? Ami egy örömhír, és ennek borzasztóan örültem, hogy az idei költségvetés erre fedezetet biztosított. Nagyon jó megoldás a Zsolnai út forgalmának csökkentésére, ott egy bonyolult kereszteződésben az ideiglenes körforgalom. Azonban az ideiglenes. Tehát az tényleg csak körbe raktuk, és egy kicsit kiigazítottuk a szegélyeket, de már folyik a közbeszerzés, és ahogy megvan a vállalkozó, akkor kezdődik majd remélhetőleg nyáron a körforgalom véglegesítése, ami annyit jelent, hogy gyalogátkelők, világítás és egy végleges kialakítás történik majd. Amire még lehet számítani, a Zsolnai úton, azon a felén, ami az én körzetemhez tartozik, a hiányzó járdaszakasz, ami nagyon-nagyon rossz, azt megépítjük. A rezsiköltség csökkenésével tudott még az önkormányzat némi forrást biztosítani az utak felújítására, és jelenleg zajlik a felmérés, hogy az a forrás, ami rendelkezésre áll, az körülbelül milyen útszakasz felújításához elég. Itt kis utcákat kell érteni, de az öreghegyi kis utcáknak is az a jellemzőjük, hogy azok is nagyon hosszúak. Úgyhogy egészen más léptékben kell gondolkodni mondjuk egy lakótelepi útfelújításnál, mint egy öreghegyinél, hiszen itt több száz méterről beszélünk, és mondjuk egy komplett felújítás az több száz millió forint egy igazán nagy széles utcára. Tehát ezek most kis utcák lesznek, úgyhogy erről időben fogunk tudni beszámolni. Ami természetesen nagy probléma, hogy most már a nagyobb utakra is sort kell keríteni. A fiskális út azért volt fontos, hogy a megépülő csapadékvezetékek oda tudják vezetni a vizet. Ez volt az alap, és elkészült közben a Nagyszombati útnak a terve. Engedélyes terve van, villanyterve, ez lenne a következő. Hát sajnos a Nagyszombati utat állandóan kátyúzzuk, főleg a Béla út felőli része az egy kicsit meg is süllyedt, azok a talajmechanikai viszonyok is nagyon rosszak, tehát ez még magától is, nem csak az út minősége miatt, hanem amúgy is süllyed. Én nagyon remélem, hogy el tud indulni egy közbeszerzés, és forrást is tudunk rá biztosítani. De ezek már milliárdos tételek. Hogyan tudja tartani a kapcsolatot a lakossággal, a lakókkal? Van-e fogadó órája? Hogyan találják meg? Megtalálják-e? Gondolom, megtalálják azért a telefonokkal. Nekem ugyanaz a telefonszámom van kezdetek óta. Egy telefonnal dolgozom, tehát aki keresi az interneten, megtalálhatja. Az e-mail címemre is igyekszem mindig válaszolni, és hétfőnként a Kassai út 43-ban tartok fogadóórát. Lakossági fórum az várható-e mostanában a városrészben? Most már lassan, igen. Azt mondhatom, hogy most már adottak a feltételek, hiszen volt időszak, amikor nem is volt szabad ilyen jellegű rendezvényeket tartani. Úgyhogy amint biztosat tudunk, amikor már kiszámoltuk a költségeket, látjuk, hogy mire elég az a
forrása, amit a költségvetésben kaptunk, akkor természetesen informálni fogjuk a lakókat, ugyanúgy, ahogy szoktuk. Az öreghegyi művelődési házba, aki régen nem volt, azért biztosan meg fog lepődni, mivel nagyon szépen megújult. A napelemek is talán az idén a helyükre kerülnek, tehát egy gazdaságosabb fűtés lesz. Nem örültünk, amikor télen be kellett zárni ezeket a művelődési házakat, de most már tavasztól nyitva vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és egy kicsit a 12-es választókerzetet megismerhettük, hogy mi minden történt vele, és mi minden várható a körzetben. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Östör Anna Mária, a 12-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.